Közel 5000 állatért felel a Nyíregyházi Állatpark 140 gondozója. Az állatokhoz tartozó munkákat, mint például a takarmányozás vagy a takarítás, minden nap el kell végezni. A koronavírus miatt nincsenek könnyű helyzetben az állatparkok. A járványhoz kapcsolódó rendeletek értelmében a Sóstó Zoo is bezárta kapuit a látogatók előtt, és a dolgozók is két csoportra osztva látják el az állatok körüli feladatokat. Hogy minél kevesebbet kelljen a dolgozóknak kint tartózkodni, a távolabb élők és az állatpark orvosai ideiglenesen a Hotel Dzsungelbe költözhettek be. A jelenlegi helyzethez hasonlót már átélt a nyíregyházi attrakció. 2004-ben a madárinfluenza nehezítette meg a működésüket. Jelenleg az egyik legnagyobb problémát az állatok etetése, illetve a táplálékuk beszerzése jelenti. A nyíregyházi állatban több mint 5000 állat van, konkrétan a hangyától az elefántit mindenkit etetni kell. Ha a napi takarmányra gondolok, akkor alapvetően csak napi szinten húsbor egymázsa fogy el, 3-4 mázsa zöldséggyümölcs, 5-6 mázsa széna, szemes takarmányból is 4 mázsa általában, és akkor nem beszélünk például a fókákról, akik például tengeri hallal táplálkoznak. Mielőtt például kitört itt a járványt, és már sejteni lehetett, hogy egyre jobban terjed, akkor betárasztunk tengeri halakból, tehát körülbelül olyan 3 hónapnyi adagunk van még, de ki kell porciózni az adagokat, és ugye naponta ők rengeteget fogyasztanak. Úgyhogy mindenki, hiszen az állatparkot az ott dolgozó második családjuknak tekintik, oda teszi magát ebben a helyzetben is. A helyzetet tovább nehezíti, hogy március 16-ától nem fogad látogatókat az állatpark, így az élelem szállításán túl annak beszerzési költségei is problémát jelentenek. A Sóstó Zoo rendelkezik vésztartalékkal, és ha a helyzet súlyosbodna, a tulajdonos, vagyis a nyíregyházi önkormányzat segítségére is számíthat a vezetőség. Emellett pedig egy új ötlettel is előálltak, április 1-től bevezetik a segítőjegy akciót. Ez egy egységes 2300 forintos belépőjegyet takar. Ahogy kinyitnak a kapuink, ezt 12 hónap keresztül felhasználhatják, a megvásárlástól kezdve, és óriási az érdeklődés. Mi bízunk a közösség segítő erejében, mi segítjük őket, hiszen például OTV adást, hiszen mi otthonaikba, a mi világunkat, rengeteg pozitív élményt és megjegyzést kapunk, hogy még szeretnék, mert hatalmas energiát nyújtunk ennek, és meg is hálálják ezt. Úgyhogy bízunk abban, hogy segíteni fognak az emberek. A jelenlegi feltételezések szerint az emberszabású majmok, orángutánok, gorillák veszélyben lehetnek a koronavírus miatt, az ő gondozásukra ezért külön protokollt vezettek be. A vezető állatorvos már 2 hete elrendelte a maszkok viselését, de az emberszabásúakhoz a gondozók csak fokozott fertőtlenítés után speciális védőruhában mehetnek be.